Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Ez itt a McLaurian film. Egy fotózással, videózással, filmezéssel, főleg filmezéssel és grafikákkal foglalkozó csatorna. A mai adásban azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen felszereléseket érdemes beszereznie annak, aki filmezéssel akar foglalkozni amatőr szinten. Itt az asztalon magam elé gyűjtöttem azokat az eszközöket, amelyek véleményem szerint, az én nézőpontomból szükségesek ahhoz, hogy valaki elkezdjen a filmezéssel foglalkozni. Fontos megértenünk azt, amiről később még lesz szó, szeretnék róla videót csinálni, hogy a filmezés, filmkészítés és a videózás nem szükségszerűen azonos fogalmak, ez a két dolog, ez a két szakmai hozzáállás nem szükségszerűen ugyanazt a tevékenységet takarja. Alapvetően én annak a nézőpontnak a híve vagyok, hogy inkább használj megfizethető, funkcionálisan, jól működő, jól használható filmes eszközöket, mint reklámozott méreg drága brendeket szakértelem nélkül. A következő listában összegyűjtöttem azokat az eszközöket, és az ezekhez tartozó néhány alapvető gondolatot, amelyek... Egy amatőr, independent, filmesnek mindenképpen szükségesek, de csak ezek szükségesek ahhoz, hogy filmezésbe kezdjen, filmeket készítsen. Hangsúlyoznám, hogy ez az én tapasztalatom, én nézőpontom. Vannak nálam sokkal gyakorlottabb, sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkező filmesek, akik hozzám képest nem hobbi szinten művelik ezt a. Műfajt, lehet más a véleményük, sőt valószínűleg többüknek más a véleménye ezzel a listával kapcsolatban. Ez viszont nem jelenti azt feltétlenül, hogy bármelyikünknek nincs igaza, ezek nézőpontok. Az első és legfontosabb eszköz az, hogy legyen egy kamerád. Ez a kamera igazából mindegy, hogy milyen, csak alkalmas legyen a filmkészítésre, illetve legalább az egyik fő funkciója az legyen, hogy lehessen vele videókat készíteni. Tehát legyen ez egy normális, egy jobb minőségű videókamera, nem kell, hogy 800 ezeres videókamera legyen, vagy egy legalább középkategóriás tükörreflexes fényképezőgép, ami alkalmas legalább Full HD-s videók készítésére. Szeretném hangsúlyozni, hogy az okostelefon ebben az esetben nem elég. Az okostelefonnak lehet bármilyen jó minőségű a képe, kiválthat kamerát, másodkamerát, kamerát, harmad kamerát, tehát lehet egy plusz eszköz az eszközparkunkban, de a filmes szakmára határozottan nem alkalmas. Általában videósok azt szokták emlegetni, hogy például vlogolni, videót készíteni egy okostelefonnal is lehet. Nos, azt lehet, a filmezéshez azonban nem megfelelő. Hogy annak mi az oka ezt, más videóban részletesen ki fogom fejteni. A kamerád vásárlásánál választhat számos márkát. A középkategóriás kamerák, vagy az alsó középkategóriás kamerák, amiket mondjuk 2-500 ezer forint között lehet vásárolni, gyakorlatilag mind alkalmasak arra, hogy filmet készíts vele. Két nagyon népszerű dolgot szoktak emlegetni, az egyik a, illetve hármat, az egyik a Felbontás, a másik a a amit egyébként a gyártók szeretnek nem feltüntetni a hollapokon és a különböző ö, boltok kínálatában. A harmadik pedig a dinamika kezelése, a fény színdinamika. Nos, el kell hogy mondjam, hogy ha kezdő vagy, és amatőr filmet szeretnél készíteni, egyikkel sem kell foglalkoznod a kamerád legyen jól működő, funkcionálisan tudja az alapfunkciókat, alapvető dolgokat lehessen vele megoldani, legyen benne flat mód, legyen alkalmas mikrofonnal való hangfelvételre, ha szükséges. De ezek a dolgok nyilvánvalóan már minden mai mélc vagy tükörreflexes kamera alapszolgáltatásai közé tartoznak. Ez a videó például egy mindössze HD-re képes, de relatív jó minőségű videókamerával készül, illetve egy digitális tükörreflexessel, amin egy 24-105-ös L-es objektív van. És így eljutottunk a második fontos dologhoz, az objektívekhez. Az optikák és lencsék kiválasztása a megfelelő lencse kiválasztása sokkal fontosabb, mint az, hogy legyenek megfelelő kameramozgatóid, vagy különböző manapság menőnek tartott eszközök, amelyek szükségességét inkább a divat diktálja, mint az, hogy ennek valós jelentősége lenne abban, hogy te jó filmet fogsz csinálni amatőr szinten vagy sem. Általánosságban javaslom, hogy ne válasz túl széles átfogású zoomot. Mindenképpen javaslom, hogy zoomot válasz, annak ellenére, hogy a filmes szakma nem a zoom objektívekre orientálódik, sőt, Tévet konkrétan a zoomot nem használják, nyugodtan mondhatom. Általában elmondható, vagy legalábbis néhány gyártóra igaz, hogy a fix objektívek jobb minőségűek, nem kell mozgatni a lencsetagokat. Ugyanúgy igaz, hogy minél szélesebb az átfogása az objektívnek. Vélemezhető, hogy annál rosszabb minőségű a képe, vagy talán nem így fogalmaznék, azt mondanám, hogy minél szűkebb a zoom átfogása, annál jobb minőségű képet fog adni. Tehát ha választhatsz egy 18-135-ös és egy 24-105-ös optika között, akkor azt javaslom, válaszd a 24-105-öt még akkor is, hogyha egy APS-C szenzoros géped van, és lecsúszol egy kicsit az igazán széles látószögről. Szükséged lehet még egy nagy fényerejű lencsére, a kezemben a Canon 50-es régi típusú lencséje van, ebből már van modern, az újabb délserepekhez optimalizált, bár az ultracsendes motornak a filmezésben szintén nincs olyan nagy jelentősége, mivel a hangfelvétel ritkán szinte egyáltalán nem készül a kamera tetejéről. A filmezés során a videózással ellentétben többnyire nem használják a zoomot, viszont 4-5 gyújtótávolság tartományban akár 4-5 különböző fix lencse is szükséges lehet. Később lehet cél ilyen felszerelésnek a felépítése, viszont az elején mindenképpen, hogy elkerüld ezt a rengeteg költséget, értemes egy zoom lencsét venni, azzal is tökéletesen meg fogod oldani, amit szeretnél. A másodkamera tehát lehet akár egy jobb okos telefon, vagy egy kevésbé jó minőségű, mondjuk a milcethez, vagy tükörreflexesethez képest kevésbé jó minőségű videokamera, amelynek azonban meg kell ütnie egy szintet. Hogyha az okos képe jobb, mint a videokamerádé, akkor használd az okostelefont. telefont. A másodkamera idővel mindenképpen szükséges lehet, mert kiválthatja az A kamera hibáit, megoldhatja a B-ról felvételek egy részét, érdekesebbé és színesebbé teheti az anyagot egy másik látószög, és valamennyi biztosítékot nyújthat arra, hogy ne kelljen mindent újra venni. A második főbb felszerelési kör a világítástechnikai eszközök. A világítás technikai felszerelések alatt főleg a lámpákat, lámpaállványokat és a különböző elnyelő vagy derítő lapokat, eszközöket értjük. A profi filmkészítésben nagyon-nagyon stabil, nagyon-nagyon erős és magasra húzható állványokat, és hatalmas flegeket használnak, amelyek megszűrik vagy áteresztik a fényt, és óriási fémhalogén lámpákat, amelyeknek sokszor darabja majdnem annyiba kerül, mint egy belépő szintű fényképezőgép. Természetes, hogy nem, nincs szükséged ilyen felszerelésre, hogyha filmet szeretnél készíteni. A kereskedelmi forgalomban kapható olcsó, részint kínai fénycsöves vagy ledes lámpák általában 50 ezer forint alatt megvásárolhatók, fényerőtől és minőségtől függően de már akár 100 ezer forintért is kapható olyan nagyon jó minőségű ledes világító eszköz, ami szinte végtelen élettartamú és rendkívül erős dimmelhető fényt ad. Mint ahogy a fényképezőgépek és a lencsék esetében is, itt is megjelenik a kereskedelem irányító hatása. Számos márka ígér jobb minőséget, mint amit a noném konkurenciához képest valójában nyújtani tud. Vagy úgy is megközelíthetném, hogy az olcsó kínai nem szükségszerűen rossz kínai is 2019-ben. Ahhoz, hogy filmet készíthess, legalább három fényforrásra van szükséged, nem, nem kettő és egy derítőlap, hanem három önálló fényt kibocsátó fényforrás. Ezt a videót például két fénycsöves szoboszos lámpával veszem, illetve egy LED lámpa világítja meg a hátteret. Mindegyik az olcsó, megfizethető kategóriából való, azonban, hogyha komolyabb projektjeid vannak, akkor nem a videózáshoz használt kellékekben kell gondolkoznod. A LED lámpák előnye, hogy könnyűek, akkumulátorról is működtethetők, ezért szabadban is használhatók, hogyha letakarod őket, akár esőben is. Nem igényelnek hálózatot, viszont tölteni kell őket. Hátrányuk, hogy azonos árkategóriában általában kevesebb fényt tudnak biztosítani, és néhány színszűrőn kívül nincsenek fényformálók, amiket használhatsz. Világítás technikai eszközöket tekintve, tehát teljesen fölösleges, a 60 100 forintos C-sztendeket megvásárolnod, nincsen szükség arra, hogy két méterszer két méteres flegeket vegyél, elég mindössze egy nagyobb, 5 az egyben derítőlap, három állvány és három lámpa, amiket nyugodtan választhatsz az 50 ezer alatti árkategóriából. Igen, természetesen ezekkel nem fogsz bevilágítani a gyárépületet, nem is erről van most szó. A harmadik nagyobb kategória a hangtechnikai eszközök. A hangtechnika alatt általában három fő dolgot értünk, mikrofonokat, valamilyen felvevőt, illetve a fejhallgatót. Szeretnénk most itt eloszlatni egy nagyon-nagyon általános tévedést, hogyha valaki filmezni akar, akkor egyáltalán nem szükséges abban gondolkoznia, hogy a kamera tetejére szerelhető, speciális, kifejezetten divatos és erre kifejlesztett videó mikrofonokat vásárol. Persze ezek a mikrofonok alkalmasak arra, hogy egy mikrofontartó rúd, egy boompolnak a végére szereljük őket, és ezen keresztül használjuk filmezéshez, de alapvetően akkor inkább érdemesebb olyan mikrofont venni, ami kifejezetten a filmezéshez alkalmas. Tehát kétfajta mikrofonra van szükséged, egy csiptetős mikrofonra és egy puska mikrofonra. Szintén tervezek egy videót arról, hogy milyenek legyenek ezek a mikrofonok. Mint minden felszerelés kapcsán itt is meg kell említenem az indokolatlan túlárazást. Nem akarom egy gyártónak sem lehúzni ebben a videóban a termékét, erre majd külön felkészülök egy másik adásban. A lényeg, hogyha körülnézel a piacon és megnézed ezeknek a mikrofonoknak az adatait, akkor látni fogod, hogy ugyanazt a minőséget meg lehet vásárolni, mindössze egy harmad áron, ugyanabból a kategóriájú eszközből. A kamera tetején lévő videós mikrofont pedig filmezéskor soha nem fogod használni. Hozzáteszem, én nem használom a videózáshoz sem. A második hangtechnikai eszköz egy hangrögzítő, ami a kezemben van, és mint egy biztonsági tartalékként most a hangomat is rögzíti, ez a hangrögzítő, amit láttok. Ez egy alsó kategóriás, de már stúdió minőségű hang rögzítésére tökéletesen alkalmas eszköz. Itt is találsz olyan megfelelő eszközt, ami 50 ezer forint alatt van. Miért van szükségünk hangrögzítőre? Azért, mert a kamerádban lévő szoftveres rögzítő eszköznek a képességei messze menőkig alulmúlják a kifejezetten erre a célra használt hangrögzítők lehetőségeit. Hogyha ezt semmilyen más dologban nem tapasztalod, akkor tapasztalhatod abban, hogy egy külön vásárolt hangrögzítőbe rengeteg beállítási lehetőséged van. A hangfelvétel minőségének, szabványának, formátumának megválasztásában, a különböző frekvenciák állítgatásában és számos egyéb más dologban. A hangrögzítők minden esetben jobb minőségű hangot rögzítenek, viszont nem minden mikrofonnal. Rögzítenek jobb minőségű hangot, ezt meglepve tapasztaltam én is. Például most egy csíptetős mikrofont használok, és azt kell mondjam, hogy a kamerámmal összekötve tisztább, jobb minőségű hangot kapok, mint ugyanezt a mikrofont egyébként alkalmas rá a hangrögzítővel összekötve. Bele lehetne mélyedni ennek a műszaki okaiba, most ebben a videóban ezt nem teszem. A harmadik hangtechnikai eszköz a fejhallgató, ennek két fő szerepe van. Az egyik, hogy a forgatás alatt a hangtechnikus hangmérnöknek is szokták nevezni: hallja azt, amit a mikrofon vesz. És így el tudja azt dönteni, hogy amit hall, az valójában környezeti zaj, amit nem a mikrofon hall, vagy pedig azt hallja, amit a mikrofon hall. Tehát ez egy borzasztóan fontos eszköz. A másik fontos funkciója az, ha nincsen egy hangszigetelt, egy hangszűrt, egy kifejezetten erre kialakított vágószobád, ahol garantált a digitális szerkesztéshez és a, és a minőségi hang vágásához, felvételéhez a maximális csend, akkor nagyon fontos, hogy fejhallgatóban csináld a vágást. Ezt nagyon sokan nem tudják, ugyanis a füled számos olyan környezeti zajt érzékel, amiről nem tudja eldönteni, hogy ez a felvételből jön a hangszórókból, vagy pedig, vagy pedig a szobában van. És ne olyan zajok maradnak benne a felvételbe, amelyeket nem szeretnél. Ha itt most filmezésről beszélünk, hogyha egy vlogger vagy, egy videós vagy, abszolút nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkoznod. A fejhallgató segítségével jobban el tudod különíteni a különböző hangszinteket, a különböző hangsávoknak az erősségét jobban be tudod állítani. Hangszórón keresztül ezt szerintem nem lehet annyira finoman érzékelni. Nyilvánvalóan hagyatkozhatsz a különböző audioszerkesztő programok görbéire is, illetve kijelzésére, ez már az a kategória, hogy ki mit szokott meg, mit szeret, miben van meggyőződése. Ennek a videónak nem az a célja, hogy eldöntsük, hogy melyik módszer jó vagy nem jó, hanem felvázolni azokat a lehetőségeket, amiket kezdőfilmesként megragadhatsz, meglovagolhatsz, és azokat a felszereléseket végignézni, amelyekre szükséged van. Kicsit már az eszk egyéb eszközök közé sorolható, de mindenképpen meg kell említeni a mikrofon rudat. Itt a kezembe egy Rode Márkájú mikroforrodat tartok. Tehát ez arra szolgál, hogy a hangtechnikus különböző pozíciókba a jelenetbe tudja nyújtani a mikrofont a végére csatlakoztatva, és a felvevő eszközzel, a felvevő eszköz és a mikrofon. Közti távolságot hidaljuk át, illetve stabilizáljuk a mikrofont egy ilyen A negyedik csoport, a eszközök, amit már csak a következő adásban fogunk részletesen megvizsgálni. Ha tetszett a videó, tarts velem legközelebb is. Ha szeretnél filmezéssel, videózással kapcsolatban igényes, tartalmas és szakszerű tartalmat nézni, akkor kérlek nyom meg a feliratkozás gombot, vagy a videó alatt nyomj egy lájkot. Addig is mindenkinek kellemes videózást, filmezést, sziasztok!